Vigasztalta a malacka, és egy táblacsokit nyújtott Morzsi felé. Ezt edd meg, ez nagyon finom. A Magyar Népmese napját ünnepelték Mátészalkán a Képes Géza Városi Könyvtárban. Nem csak Benedek Elek születésnapján, hanem egész programsorozattal. Szeptember 30-a Benedek Elek születésnapja, 2005 óta egyben a Magyar Népmese napja. Már tulajdonképpen két hétre dúzzadt a népmese ünneplése. Az első héten több száz diák és óvodás látogatott el, vagy mi olvastunk nekik mesét, vagy pedig ők olvastak egymásnak, és természetesen mindenkit beavattunk abba, hogy mi is ez a programsorozat, és miért most ünnepeljük. A Képes Géza Városi Könyvtárban idén több mint 100 diák vett részt a programokon. A nagy érdeklődés miatt még október első hete is a mese körül forgott, fogalmazott a könyvtárigazgató. Népmese napját azt mi általában mindig egy csúcsrendezvényünkkel, ami nem csak a gyerekekről szól, hanem mostanra már családi nappá nőtte ki magát. Ez a mesés csődület, ezt szeptember 28-án tartottuk meg. Az idei évben már az 5. születésnapját ünnepelte ez a rendezvény. 100-as nagyságrendben voltak látogatók, akik a meseösvényt végigjárhatták, és a program végén pedig ajándékba kaptak a könyvtártól egy interaktív meseelőadást, amit a Sanyi Én és a Gyerekek produkció adott elő. Fergeteges tapsal fogadta őket a közönség. Idén olyan diákok is kapcsolódtak a rendezvényhez, akik speciális nevelési igényűek. Számukra külön foglalkozást is szerveztek. A Sansz Alapítvány munkatársai látogattak el Mátészalkára Debrecenből, akik segítőkutyákkal mozgatták meg a fiatalokat. Czine Árpád hozzátette, a könyvtár látogatói között egyre több az óvodás vagy annál fiatalabb gyermek, akiket a szülők már egészen fiatalon bevezetnek az olvasás és a mesék világába.